NASA munkatársai együttműködésben az IBM kutatólaborjával. Ez számomra egy nagyon felemelő jelentés, meg elég lesújtó is végignézni. Egyrészt arról ne felejtkezünk el, hogy a zenéje az mennyire elképesztően zseniális. Tehát ez valami frenetikus. Másrészt meg az a valami lesújtó, hogy ez az alakzat, amiben mi itt összeállunk, vagy amiben mi érzékeljük magunkat, vagy próbáljuk a saját magunk öndefinícióját megvalósítani, az mennyire esetleges, és mennyi világ létezik körülöttünk, és mennyi világ létezik bennünk, és hogy ez a világ ez mennyire csak egy ezek közül. Mégis akarjuk tudni azt, hogy mennyire szűklátó körülök vagyunk, tehát hogy mennyire fogalmunk sincs még a léptékével sem annak a valóságnak, ami egyáltalán az érzékelhető univerzumról beszélünk. Tehát még az érzékelhető univerzum léptékeit sem tudjuk felfogni. Tehát felfogni sem. És a világ természete, vagy a valóság úgy néz ki, hogy az általunk érzékelt valóságnak csak egy nagyon, nagyon szűk része az, amelyiknek olyan a természete, ami ennek megismertük. A többiben üresség vannak, és egymástól nagyon távoli dolgok. A legtetején és a legtávolabb és a legközelebb. Ugyanazok a természetek ismétlődnek meg újra. És ami számunkra idegennek és furcsának tűnik, az inkább természetes és nagyon jellemző, és ami számunkra megszokott, az valami nagyon idegen, és nagyon-nagyon esetleges, és nagyon-nagyon marginális, hogy mondjam, csak porszívó van, és az, hogy egészen véletlenül egy kis, nem is körömpiszoknyi, értelmezhetetlen hibaüzenet megjelent a Matrixban, az csak egy elromlott pixel, amit mi valóságnak érzékelünk. Addig volt jó, ameddig nem tudtunk ennyi mindent a világról. Hát addig lehetett némi biztonságérzetünk. Addig érezhetünk azt, hogy ez valamennyire egy elrendelt világ, ez a miénk. Meg valaki talán rajta tartja a kezét ezen, amíg nem tudtunk ennyit. És aztán addig húzogattuk a gyufát, amíg kiderült, hogy kurvára nincsen semmi sehol, és olyan messze, és annyira kilátástalanul, és annyira üres, és annyira híg, és közben meg annyira végtelen, tehát hogy fogalmazzam? Csak hogy érzékeltessem, hogy milyen elveszettek vagyunk. Csak az univerzumon, a mi galaxisunkon, tehát a tejútrendszeren belül a különböző csillagoknak az aránya az úgy néz ki, hogy helyezzél el egy darab cseresznyét Budapesten, és helyezzel egy másik cseresznyét Prágában, meg Bécsben, meg Varsóban, és az összes európai fővárosban. Most a cseresznye méretarányosan a napunk. És a legközelebbi nap az olyan messze van méretarányosan, mint a következő fővárosban egy másik cseresznye. És mindeközben pedig olyan mennyiségű csillagról beszélünk, amit megszámlálni sem tudunk, sőt olyan mennyiségű spirálgalaxisról beszélünk, ami a mi tejútrendszerünk, hogy azt megszámlálni se tudjuk. Amióta létezik a Hubble-teleszkóp, azóta vagyunk csak igazán bajban, mert 10 másodpercenként fedezünk fel egy újabb, komplett galaxist, amelyet már el sem tudunk nevezni, hanem rendszámot adunk neki, valami 6-jegyű számot. És akárhogy fényképezünk, a következő 10 millió évben vélhetően nem fogunk a végére érni. Tehát már most akkorák a képességeink, hogy olyan mennyiségűt tudunk megszámolni, csak nem tudunk annyi Hubble-t legyártani, mert hogy vagy ilyen módon mozog a Hubble-nak a kamerája, a lencséje, vagy ilyen módon mozog, de mozoghat egyetlen egy fokkal eltérően így, vagy így, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy mélységélességet is ugyanígy tudunk változtatni, tehát mélyebben belenézhetünk az űrbe, vagy sokkal kevésbé, és gyakorlatilag akárhogyan, akármilyen módon forgatjuk a fejünket az űrben, a Hubble-lel, újabb és újabb spirálgalaxisokat látunk meg, amik akkorák, mint a komplett tejútrendszerünk, és ebbe egyrészt beleszédülünk, olyan mennyiség van belőle, és közben meg akkora a tér, tehát annyira üres-leves a komplett univerzum, és akkor, amikor elindulunk befelé az elemi anyagba, ahogyan tettük itt a videóban, a sejt szinten túl, az atomi szinten túl, le egészen a kvarkokig, ahol meg mit találunk, hogy
egy darab kvantum egyszerre van két helyen. Tehát, hogy olyan mértékben elveszettek, és olyan mértékben kiszolgáltatottak soha nem voltunk, amikor még ennél sokkal kevesebbet véltünk tudni a világról. Most aztán megtudtuk azt, hogy mennyire nem tudunk semmit, bassza meg. Hát most aztán, ezzel aztán kurva boldogok lehetünk. Még egy dolog, csak fontosnak tartom, a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régóta van elegem az ezotériából, rettenetesen és halálosan, illetve a sudó filozófiákból, illetve az újabban most már szinte kampányszerűen űzött felvilágosodás elleni, nem is tudom mi ez, karaktergyilkosságról, csak úgy finoman jelezném meg, hogy az általunk oly utált, gyűlölt és lenézett, és végesnek és esedőnek gondolt tudomány, ami mellesleg a legfaszább dolog, amit valaha csináltunk, konkrétan. Jobb, mint a zene. Azt tudja, hogy a legfaszább dolog, mert a zenének is segít jobbnak lenni. Szóval neki köszönhetjük, hogy ezt most láthattuk. Úgyhogy egy kicsit hátrább az agarakkal, elképesztően sok energia kellett ahhoz, hogy ide juthassunk. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok. És nem illenék lerombolni ezt az én szívem szerint, csak azért, mert valaki szerint a szilvafának az asztrál teste, az azt mondta a Siriuson, hogy mégse úgy van az fizika, ahogy hittük. Szkeptikusabb vagyok a tudománnyal kapcsolatban, de minden esetre azt mondjuk így kijelenteni, hogy az orvostudomány kivételével azért a tudomány általában nem feltétlenül tette boldogabbá az emberiséget. Mit szólnátok ahhoz, hogyha tartanánk egy rövidke szünetet? Mondjuk egy negyed órával megelégednétek? Akkor negyed óra múlva teljesen függetlenül attól, mit válaszoltok, erre találkozunk.